Új kormányablakok. Mától Vásárosnaményban, Nagykállóban és Nyíregyházán újabb két helyen várják az ügyfeleket egyszerűbb és gyorsabb ügyintézéssel. Almaszüret. A tavalyi csúcstermés, illetve az idei aszályos időjárás miatt az előző évhez képest gyengébb termés várható. A felvásárlási árak viszont magasabbak lesznek a tavainál. Megújuló energia. Több mint 120 millió forintból épít ki az ősz végéig napelemrendszert a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság mind a négy szakaszmérnökségén. Újabb négy kormányablak nyílt ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a közigazgatási fejlesztési reform részeként. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Vásárosnaményban, Nagykállóban és Nyíregyházán újabb két helyen várják ezentúl az ügyfeleket. A kormányablakok célja továbbra is az, hogy egyszerűsítsék és gyorsítsák az ügyintézést. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelkedő számban nyílnak meg új kormányablakok szeptemberben az országos átlaghoz képest. A Vásárosnaményi volt a 139. Itt egy 270 négyzetméteres akadálymentesített épületben várják az ügyfeleket. Ez önmagában is egy rekord, amit Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felállított. Országosan pedig mintegy 278 helyszínre tervezzük kiterjeszteni a kormányablakok országos hálózatát. Az átadó ünnepségen elhangzott, ebben a régióban még kiemelkedőbb szerepe van a kormányablakoknak a többi megyéhez képest. Ügyfél az van nálunk gazdagon, ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, most ha csak a foglalkoztatási oldal, ugye a regisztrált munkanélküliek számát veszem alapul, itt ugye a megyébe majdnem annyian vannak, mint ahányan a Nyugat-Dunántúlon összesen, tehát magyarul a probléma is nagyobb, ezért az eszközrendszert is itt ugye föl kell olyan mértékig hozni, hogy ez elvi lehetőséget tudjon arra adni, hogy azok az ügyfelek, akik az állammal szeretnének kapcsolatba kerülni, akár ugye egy jogosítvány kapcsán, vagy egy útlevél kapcsán, vagy bármilyen más mondok, akkor neki valóban ott a lakóhelye környezetében, közelében legyen erre lehetőség. Jelenleg több mint 420 ügytípust intéznek a kormányablakokban az állampolgárok, de ezt a számot 1000 fölé kívánják emelni. A kormány tervei szerint a közeljövőben a forgalmasabb vasúti csomópontokban is nyílnak majd kormányablakok, illetve növelik az elektronikus ügyintézések számát. Szabolcs megyében ugye 8 kormányablak működik, most itt, ahol vagyunk, ez lesz a 9. 90 ezeret meghaladja az ügyfelek száma. Országosan 1.700.000 ügyfél fordult meg a kormányablakokban az első fél évben, tehát július 1-ig, mintegy 2 millió ügyet intéztek, tehát azt gondolom, hogy felfutóban van részben a száma miatt is, meg hát az ismertsége Szabolcs megyében mértünk önkéntes mérés alapján 56% a kormányablakok ismertsége ma már. A Nagykállói a 140. kormányablak, amely 8 munkaállomással és egy fotófülkével teljesen akadálymentesített épületben közel 300 négyzetméteren működik csütörtöktől. Itt a kormányablakban több mint 2000 ügyet el fogunk tudni intézni. Tehát ennek eddig volt számításaim szerint 150-200, de volt egy 50-60, ami útlevél, jogos, stadadada, most ezt nem sorolom föl. Most lényegesen más szolgáltatásokat kínálunk a lakosság felé, a legalapvetőbb dolgokat is el tudjuk intézni, vagy pedig azokhoz a szervekhez tesszük át ezeket az ügyeket, amelyek ezekben az ügyekben illetékesek. Tehát olyan informatikai rendszerrel rendelkezünk, amely alapján kellő mértékű felvilágosítással és ügyintézéssel tudunk szolgálni. Tehát ez egy minőségi változás. Csak Nyíregyházán több mint 84 ezeren keresték fel a kormányablakot. Az eddigi mellett mostantól két új kormányablak is várja a lakosságot. A legfontosabb, hogy modern legyen, hogy átlátható legyen, és ami a legeslegfontosabb, hogy minél rövidebb időt kelljen itt tölteni bent a hivatalban egy ilyen ügyintézéskor. Elmondtam az adatokat, hogy több mint 90%-ot 15 percen belül elintéznek, tehát azt gondolom, ez egy nagyon fontos szám. A közigazgatás fejlesztési program célja az elégedett állampolgár, valamint egy hatékonyan működő, egységes és integrált intézmény, amelynek segítségével megvalósul az egyablakos ügyintézési rendszer. Az elmúlt évekhez hasonlóan a gálafajták szedésével kezdődött el az almaszüret a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ültetvényeken. A gazdák és a feldolgozók a tavalyi csúcstermés, illetve az idei aszályos időjárás miatt az előző évhez képest gyengébb termést várnak. A felvásárlási árak viszont éppen ezért magasabbak lesznek a tavainál.
A gálafajták harmadik színelését végzik a szüretelő munkások ebben a balkáni gyümölcsösben, azaz az érett almákat válogatják ki. A tavalyi csúcstermés és az idei év aszályos időjárása miatt heterogén almatermés tapasztalható a kertekben, ami azt jelenti, hogy gyakran még az egymás mellett álló fákon is jelentős a termésmennyiség különbsége. A tavalyi évben le voltak terhelve a fák, az az évi terméssel nyilvánvaló, és hát a fák az idei évi rügyeket, amiből az idei évben virágok lesznek, az tavaly növesztik meg. És ugye mivel rengeteg volt rajta az alma, rengeteg volt a gyümölcs, kevesebb tápanyag jutott a rügyekre, és emiatt kevesebb alma is terem. A tavalyi év 12-15 forintos árához képest idén az ipari almát nettó 30 forint körüli áron veszik át a felvásárlók a termelőktől. Ez azt jelenti, hogy a léalmából előállított sűrítmény ára is közel a harmadával lesz drágább idén a tavainál. Ez az év ez sokkal rosszabb az almatermelők és a feldolgozók szempontjából, mint az elmúlt év. Várhatóan a tavalyi 800 ezer tonnával szemben, mint egy 300 ezer tonna az, amilyen termésre számítunk. Ebből most az árak miatt mindenki igyekszik minél több étkezési almát kiszedni, és ami marad, az lesz, abból lesz a ipari feldolgozásra alkalmas alma. Tehát a kapacitásnak körülbelül az 50-70 százalékát, ha ki fogjuk tudni használni az éven. Az alma szüretelése akár novemberig is eltarthat. A léalmát a következő 3 hónapban dolgozzák fel, az étkezési almát viszont hűtőházakban komolyabb minőségromlás nélkül akár márciusig is tárolhatják a gazdák. Több mint 120 millió forintból épít ki az ősz végéig napelemrendszert a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság mind a 4 szakaszmérnökségén. A 800 darab új napelemmel az egyes telephelyek energiafelhasználásának 98%-át tudják majd biztosítani. A nyíri szakaszmérnökség épületeire több mint 400 napelem táblát helyeznek ki a napokban. Az uniós irányelvek alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság az új Széchenyi terv keretében kiírt pályázata segítségével most egy környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító, hálózatra csatlakozó napelemes struktúra kiépítésén dolgozik, amely gazdaságos körülmények között képes a meglévő rendszer kiegészítésére. Az igazgatóságunk valamennyi területi szakaszmérnökségén ezt a beruházást megvalósítjuk. Ez egy 120 millió forintos beruházást jelent. Mind a 4 területen olyan rendszerek kerülnek kiépítésre, hogy az energia felhasználásnak a 98%-át tudjuk fedezni. Ez rendkívül költségtakarékos lesz a jövőben, illetve arra is gondolnunk kell, hogy környezetbarát megoldásokkal biztosítjuk az energiát a szakaszmérnökségünk területén. Az igazgatóság a nyíregyházi, a kisvárdai, a mátészalkai és a vásáros-naményi mérnökségein is elvégzi a beruházást. A nyíri szakaszmérnökség épületeire több mint 400 darab, egyenként 250 wattos táblát helyeznek ki a napokban. A napelemek az épületek jellegének megfelelően a tetőségbe vagy lapos tetőre kerülnek. A tetőkre napelemeket helyezzünk el. A 4 szakaszmérnökségen összesen kb. 800 darab ilyen napelem kerül elhelyezésre, bekötése kerül a rendszerbe, és innentől kezdve a villanyszámlánk remélhetően jelentősen csökkenni fog. A beruházás a villamos energiafelhasználás csökkenésén túl jelentős költségmegtakarításokat eredményez az igazgatósági és nemzetgazdasági szinten egyaránt, valamint az üvegház hatású gázok kibocsátását is mérsékli. A fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Fetivizik szakaszmérnökségein elnevezésű projekt beruházásai idén ősszel érnek véget. Cselekednie kellene a magyar kormánynak menekült ügyben, amelyben nemzeti megoldás nincs, csak európai megoldás van, jelentette ki Tukacs István, MSZP-s országgyűlési képviselő nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Hozzátette, a kormány egy felesleges kerítést épített, ahelyett, hogy felgyorsították volna a migránsok regisztrációját és megkönnyítették volna a Nyugat-Európába jutásukat. Tukacs István szerint a kormány a médiában a figyelem középpontjában tartja a bevándorlási problémát, elfedve ezzel más közéleti ügyeket. A Questor károsultjai nem kapták meg a pénzüket a törvény ellenére. Az állam vagy a kormány egy kvázi földosztást rendez a haveroknak, miközben a menekültügy média szenzációja zajlik.
Nem tudunk arról, hogy mi lett a Szabolcsban is érintett ESZOSZ károsultakkal, magyarul azokkal, akiknek a fizetésével egyszerűen lelépett valaki, akiről eddig nem tudjuk, hogy ki, de a kormány nem hajlandó ezt kideríteni. És hát persze szétszed egy felsőoktatási intézmény, mint a Corvinus, darabokra szedi, eddig is ezt akarta, és megszüntet egy kórházat mondjuk Újpesten úgy, hogy hírehonva nem maradott a gyógyításnak. Ezek sorra zajlanak ezek az ügyek, és nagyon sajnálom, hogy egy minisztert nem a munkája buktat meg, mint Hende Csabát, hanem az, hogy nem hajlandó teljesíteni Orbán Viktor lázálmait egy kerítés ügyében. Árpád-kori időutazásra várják a Sóstói Múzeumfaluba szombaton az érdeklődőket. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Újabb légióssal bővült a Fátum Nyíregyháza játékos kerete. A Trinidad és Tobago válogatottját erősítő 26 éves Darlene Randin nyitásfogadó és négyesütő poszton segíti majd új csapatát. A nyíregyházi röplabdázók a bajnokság és a kupa mellett két nemzetközi sorozatban is elindulnak a következő szezonban. Hatfordulót követően is hibátlan a bajnokságban a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese legutóbb a Ceglédet fogadta, és 3-0-ás félidő után 4-2-re megnyerte a mérkőzést. Az NB3 keleti csoportjában a Sparin kívül még a Kazinc Barcika és a Cigánd 100%-os. Szabad tűzön sül majd a kecske és a disznó szombaton a Sóstói Múzeumfaluban. A nyíregyházi skanzenben szeptember 12-én árpádkori időutazásra várják az érdeklődőket. Az ízes kalandozás a Nyíres faluban elnevezésű rendezvény sajtótájékoztatóján a Múzeumfalu igazgatója elmondta, nem csupán történelmi korok ételeit lehet majd kóstolni, hanem többek között a kor fegyvereit is ki lehet majd próbálni. A Sóstói Múzeumfaluban az újlétai magtár mögött található a tavaly ősszel átadott Nyíres falu. A 1,5 hektáros terület szeptember 12-én élettel telik meg, hiszen ez lesz a helyszíne a skanzen legújabb gasztrorendezvényének. Itt az évszázadokkal ezelőtt kedvelt étkeket lehet majd megkóstolni. A birkahús az hosszú lével lesz készítve, tehát az egy leves hús lesz. A kecskehús és a disznó, a sertéshús, az pedig sütve lesz. A kecskehús rácson fog sülni, természetesen szabad tűzön, és hát minden ételünk szabad tűzön készül. A disznóhús, a sertés, az pedig nyásra lesz húzva, és természetesen előzőleg különböző fűszerekkel bepácolva, és úgy fog itt a látogatók szeme láttára készül majd minden ételünk. Az ízes kalandozás a Nyíres faluban című rendezvény sajtótájékoztatóján a Múzeumfalu igazgatója hozzátette, nem csupán a régmúlt ételeit lehet majd kóstolni, hanem többek között a kor fegyvereit, az íjat, a fokost és a hajítófát is ki lehet majd próbálni. Emellett lesz úgynevezett szépségsarok, ahol az S-végű hajkarika és a fejpánt készítésével ismerkedhetnek az érdeklődők. Nyíregyháza alpolgármestere hozzátette, ilyen a magyarság és a Nyíres korai történetét, gasztronómiáját ismertető rendezvény még nem volt a Szabolcsi megye székhelyen. A Nyíres az itt állt lényegében a mai Nyíregyháza helyén valamikor, egy kis árpádkori falucska, ami a legelső említése a régi Nyíregyházának, ami a nyíregyháziak, régi nyíregyháziak elődeit takarta az Árpád-korból. Ugye a Nyíregyháza nem tipikusan az árpádkori hagyományőrzőknek a központja, erre vannak más olyan helyek, ahol nagyobb vagy nagy temetőket, jelentős temetőket tártak fel. Viszont 2 éve, amióta itt van ez a falu, ez az árpádkori falu, megnyílt egy olyan időség a múzeumfalu részére, ahol ezt a hagyományőrzést folytathatják. Az árpádkori időutazást szeptember 12-én szombaton tartják majd, ekkor a Sóstói Múzeumfalu 10 és 17 óra között lesz nyitva. Újabb légióssal bővült a Fátum Nyíregyháza játékos kerete. A Trinidad és Tobago válogatottját erősítő 26 éves Darlene Randin nyitásfogadó és 4-es ütőposzton segíti majd új csapatát. A nyíregyházi röplabdázók a bajnokság és a kupa mellett két nemzetközi sorozatban is elindulnak a következő szezonban.
Tovább bővült a tengeren túli kontingens a nyíregyházi röplabdázóknál. Az elmúlt szezonban a brazil Araújó és a venezuelai Valdez már tagja volt a bajnokságban 5. helyen végző csapatnak, hozzájuk csatlakozott a Trinidad és Tobagói Dalian Ramdin, aki finnországi és franciaországi légióskodás után érkezett Magyarországra. Nagyon sok videót kellett megnéznünk, ahhoz eljussunk a Darlenhez. Először megpróbáltunk magyar mezőnyből szemezgetni, de sajnos hamar rájöttünk arra, hogy nagyon szűk a keresztmetszete azoknak a játékosoknak, akik Nyíregyházára igazolhatók. Így 4-es ütő nyitásfogadó pozícióba kellett megoldást találnunk, és a jól bevált dél-amerikai kapcsolatok révén jutottunk el hozzá, és úgy gondolom, hogy be is fogja váltani a hozzáfűzött reményeket. A korosztályos és felnőtt válogatottban 11 éve szereplő légiós nagy tervekkel érkezett harmadik európai állomás helyére. Szeretném erősíteni a nyíregyházi csapatot. Szeretném, ha a bajnokságban előrelépnénk és megnyernénk a kupát. A bajnokság 5 hét múlva kezdődik. A nyíregyháziak vezetőedzője szerint időarányosan jól állnak a felkészüléssel. Nagyon jól haladunk a munkával, abszolút tervszerűen tudunk dolgozni. Azt kell tudni, hogy a nagyon hosszú felkészülésben edzőmérkőzéseket kizárólag Békés Csabával tervezünk. Ők kértek erre, nem akarjuk felfedni a lapokat a bajnokság előtt, úgyhogy kétszer is utazunk Békés Csabára, egy-egy tornára, és a bajnokság előtt még lesz egy nemzetközi megmérettetésünk is, amit a Mevza Kupa keretében fogunk abszolválni. A nyíregyházi csapat a bajnokságban az első 3 hely valamelyikét, a Magyar Kupában pedig a 4-es döntőt célozza meg. A Challenge kupában és a Mevza kupában pedig a nemzetközi tapasztalatszerzés a cél. 6 fordulót követően is hibátlan a bajnokságban a Nyíregyháza Spartakus. Mátyus János együttese legutóbb a Ceglédet fogadta, és 3-0-es félidő után 4-2-re megnyerte a mérkőzést. Az NB3 keleti csoportjában a Sparin kívül még a Kazinc Barcika és a Cigánd 100%-os. 4 győzelemmel és 1 vereséggel érkezett a Cegléd a városi stadionba, így a házigazda nem számíthatott könnyű mérkőzésre. Ehhez képest Pöröskei már a 7. percben vezetéshez juttatta a Sparit, 4 perccel később pedig Rezes duplázta meg az előnyt. A 37. percben Pöröskei szerzett újabb gólt, a 73. percben pedig Csorba jegyezte a 4. hazai találatot. Az utolsó 10 percben a Cegléd 2-11-esből még kozmetikázott az eredményen, de a 6. nyíregyházi győzelem egy percig sem forgott veszélyben. Minden meccsünk nehéz ebben az osztályban. Annyi könnyebbség volt most a hétvégi rangadón, hogy az ellenfelünkkel egy nyíltan játszott. Le a kalap előttük, de ez egy veszélyes dolog volt az ő részükről, hiszen a mérkőzés elején olyan előnyre tett túlszert, amit meg később nehezen tudtak, sőt nem tudtak kompenzálni. Jól játszottunk, nagyszerűen léptünk fel az első pillanattól kezdve, szép gólokat szereztünk és megérdemelten nyertünk. A másik megyebeli csapat, a Nyírbától továbbra is vár az első győzelmére, mivel hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Tiszaújvárossal. 6 fordulót követően a Nyíregyháza Spartakusz áll az NB3 keleti csoportjának élén, megelőzve a szintén 18 pontos Kazinc Barcikát és a 15 pontos, de egy meccsel kevesebbet játszó Cigándot. A Nyírbátor 2 ponttal az utolsó előtti helyen várja a folytatást. A Spari szombaton felső tárkányba, a Nyírbátor pedig Ceglédre látogat. Az első fordulóban búcsúzott a 108.500 euró összdíjazású Genova és alagpályás tenisztornán Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező a címvédő az első helyen kiemelt spanyol Albert Ramos Vinolasztól kapott ki 6-2-6-0-ra. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Újabb 4 kormányablak nyílt ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a közigazgatási fejlesztési reform részeként. Vásárosnaményban, Nagykállóban és Nyíregyházán újabb 2 helyen várják ezentúl az ügyfeleket. A kormányablakok célja továbbra is az, hogy egyszerűsítsék és gyorsítsák az ügyintézést. Az elmúlt évekhez hasonlóan a gálafajták szedésével kezdődött el az almaszüret a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ültetvényeken. A gazdák és a feldolgozók a tavalyi csúcstermés, illetve az idei aszályos időjárás miatt az előző évhez képest gyengébb termést várnak. A felvásárlási árak viszont éppen ezért magasabbak lesznek a tavainál.
Több mint 120 millió forintból épít ki az ősz végéig napelemrendszert a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság mind a 4 szakaszmérnökségén. A 800 darab új napelemmel az egyes telephelyek energiafelhasználásának 98%-át tudják majd biztosítani. A nyíri szakaszmérnökség épületeire több mint 400 napelemtáblát helyeznek ki a napokban. A Kölcsei Televízió szerdai híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Folytatódik az ilyenkor megszokottnál hűvösebb idő, de csütörtökön délfelől már nedvesebb levegő érkezik fölénk, emiatt borongós idő várható több helyen kisebb esővel. Éjjel felhős idő valószínű, majd estétől csökken a felhőzet, zápor azonban előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, majd az észak-keletire forduló szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4-9 fok között alakul, reggel általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, kevés szűrt napsütés csak délelőtt lehet, eső várható. Az északkeleti majd a délkeletire forduló szél megélénkül helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul. Fronthatás nincsen térségünkben. Pénteken még sok lesz felettünk a felhő, szorványosan kisebb eső is várható, majd a hétvégén már csökken a felhőzet és lassan melegszik az idő is. A jövő hét elején alapvetően napos, gomoly felhőkkel és egy-egy záporral tarkított, de már kellemesen meleg időre számíthatunk.